A rendszerváltást követő időszakot áttekintve Bátaszik városában még nem volt olyan önkormányzat által finanszírozott beruházás, amely munkahelyteremtés céllal került volna megrendezésre. Éppen ezért nevezte az agrárlogisztikai központ megépítését történelmi jelentőségűnek Bozsadik Robert polgármester. A tervek szerint a megépülő hűtőház nagy segítséget jelent a térségben élő mezőgazdasági vállalkozások piacra jutásában, elsősorban az exportra való kereskedés segítésében, hangzott el a megnyitón. Az Európai Unió támogatásával, a megyei önkormányzat közreműködésével a városunk 550 millió forintos támogatást nyert egy agrárlogisztikai központ létrehozására. Ezt kettős céllal gondoltuk megvalósítani. Egyrészt mintegy 15-20 bátaszéki számára munkahelyet tud majd teremteni a működése során. Másrészt úgy ítéljük meg, hogy a környékbeli mezőgazdasági vállalkozók számára egy olyan szolgáltatási lehetőséget tud nyújtani, amivel piacképesebbek tudnak lenni a működésük során. A mostani alapkülértétel egy kezdeti lépés, hiszen a 6 hektáros kiépülőben lévő ipari parkban már vannak jelentkezők, ami egy fejlődés lehetőségét ígéri, mondta Bozsadik Róbert. A kivitelező képviselője kiemelte, a tervek alapján elkészülő épület is alkalmas lesz a további fejlesztésre. Vagy ez a logisztikai csarnok terület, az a rendelkezésre a területnek a felét használja ki, tehát tulajdonképpen itt akár egy későbbi második ütemű bővítés, így hogy ezek a sikerek itt ezt igazolják, és lesz rá befektető és forrás, akkor szintén ez tovább épülhet. A hűtőháza tervek szerint jövő év tavaszán várja majd az első szállítmányokat.